Közös problémákra közös megoldásokat kell találni. Ezért javasolta Pásztor István a tartományi képviselőház és a VMS elnöke a vajdasági egységkormány létrehozását. Szeptember 16-ára keddre hívta össze a tartományi parlamenti pártok képviselőit egyeztetésre. Egy asztalhoz kell ülni. Ha mindenki azt mondja, hogy a jövőbeli alkotmányossági státusz, a pénzelésről szóló törvény, a hatáskörök kérdése, a jövő évi költségvetés, az elfogadott statútum életre hívása mindenki számára fontos. Ha ez valóban mindenki számára fontos, akkor egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy mik lehetnek azok a visszatartó erők, amelyik ellehetetlenítik az együttműködést. A Szerb Haladó Párt eleget tesz majd Pásztor István meghívásának, és részt vesz majd a vajdasági hatalom jövőjével kapcsolatos tárgyalásokon, jelentette ki Igor Mirovics, a párt alelnöke. A cél az, hogy megszűnjön a bizonytalanság Vajdaságban, és hogy elsősorban a gazdasági helyzetet stabilizálják. A legfontosabb az, hogy vége legyen a demokrata párt miatt elhúzódó agóniának. A jelenleg a tartományi hatalmat vezető, stabil többséggel rendelkező demokrata párt elzárkózik a közös irányítástól. Bojan Pajtić, a párt elnöke, egyben vajdasági kormányelnök rossz megoldásnak tartja, hogy a haladók így kívánják átvenni Vajdaság irányítását. Szerinte nem lesz sikeres a keddi egyeztetés. Ezek a megbeszélések nem lesznek gyümölcsözőek, és nem vezetnek oda, hogy a Szerb Haladó Párt átvegye a hatalmat. Az SHP-nek kevés képviselője van ahhoz a tartományi képviselőházban, hogy hatalomra kerüljön. Egyes értesülések szerint a haladók már szervezik az általuk vezetett többség kialakítását az Újvidéki Báni Palotában. A Kurír napilap információi szerint Alekszandr Vučić október 24-éig adott határidőt a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és az Új Demokrata Párt képviselőinek, hogy csatlakozzanak az SHP köré tömörülő blokkhoz. A haladók állítólag már tárgyalásokat folytatnak a Demokrata Párt egyes tartományi képviselőivel arról, hogy lépjenek át az ő koalíciójukba.